A hagyományos találkozó célja a baráti kapcsolatok ápolása. Nemzetközi Honvéd Nyugdíjas Találkozó, ez 25 évvel ezelőtt határozta el három nyugdíjas az alakarosi fürdőbe, és volt egyik ők, aki végigjárta a csapatokat, megfűzte őket, és ez most a 25. alkalom, hogy itt találkozunk. Ez úgy indult annak idején, hogy először ugye a saját városaik megismerése, aztán ezt követően minden találkozón ilyen sportversenyeket csináltak. Most visszatértünk a régi hagyományoshoz, kiegészítve azzal, hogy nem csak a saját városunkat, mert Martalit már ismerik, most megpróbáljuk a környező területeket is földeríteni, hogy ismerjék meg. A találkozót dr. Sütő László marcali polgármestere nyitotta meg. Nagyon készültünk, meg az időjárást figyeltük, mert délelőtt itt a ünnepi megnyitó után buszra szállunk, elmegyünk Fonyódra, és kipróbáljuk az új katamaránt, egy órás hajózás lesz a Balatonon, azt követően visszajövünk, műsor, ebéd és tánc. A rendezvényen a kopjafát is megkoszorúzták. Ez itt a városunknak az utolsó honvédségi emlékhelye, és mivel honvéd nyugdíjasok vagyunk, meg a vendégeink is, ugye a horvátországi rendvédelmi erőknek a nyugdíjasai, ők is katonák voltak zömében, részt vettek a háborúba, így most ez egy emlékezés lesz a mi halottainkra. A délelőtti program hajókirándulással zárult, majd délután művészeti egyesületek léptek föl a központi konyhán rendezett találkozón.